Üdvözöllek benneteket! Ebben a videósorozatban a szabályos négyoldalú gúla felszínét és térfogatát számoljuk. A felszín és térfogat számításhoz nélkülözhetetlen nagyon sokszor az átlós, illetve a sík metszet. Tehát, amint már többször is említettem, három háromszögről van szó. Az említett átlós metszet és sík metszet mellett még az oldalap is nagyon sokszor szerepel, hiszen az összefüggésekből a hiányzó elemeket ki tudjuk számítani. Nézzük a konkrét feladatunkat, ami a következőképpen szól. Számíts ki a gúla felszínét, ha alapéle 6 cm, tehát az alapélet, vagyis az A-oldal tudjuk, és tudjuk a térfogatát 48 köbcentiméter. Tehát a felszínhez szükségünk lesz egy alapterületre, egy palásterületre. Az alapterületet az A-oldal segítségével ki tudjuk számítani. A palásterülethez szükségünk lesz az oldalmagasságra, és hogy az oldalmagasságot megkapjuk, még előtte szükségünk lesz a testmagasságra. Hát ezen az útvonalon fogunk elindulni. Ugye legkönnyebb rögtön kiszámítani az alapterületet, hiszen adott az A oldal. Tudjuk, hogy a szabályos négyoldalú gúla alapja egy négyzet, így akkor az alapterülete A négyzet. Behelyettesítve 6 cm-t könnyűszerűen megkapjuk, hogy az alapterület 36 négyzetcentiméter. Ennyi volt a feladat könnyebbik része. Most viszont a folytatásban, hogy eljussunk a testmagassághoz, fel kell használnunk a térfogatot. Mivel a térfogat adott, ilyenkor szokás szerint felírjuk a térfogatnak a képletét, és megnézzük, hogy tudunk-e helyettesíteni, illetve marad-e egy ismeretlen. A térfogat képlete alapterületszer magasság per 3. Behelyettesítve, amit ismerünk, a térfogat az 48, alapterület 36, testmagasságot nem tudjuk, tehát ezt ki tudjuk innen számítani, és a per 3 az megmaradt per 3-nak. Ellenőrizzük le, hogy lehet egyszerűsíteni. Igen, többféleképpen is egyszerűsíthetünk. Az egyik lehetőség, hogy a 36-ot és a 3-at egyszerűsítjük. A másik lehetőség, hogy a 48-at és a 36-ot, hogy az egyenlőség bal és jobb oldalán mind a kettő fönt van, tehát tudunk egyszerűsíteni. Vigyázzunk! A 48-at és a 3-at sajnos nem tudjuk egyszerűsíteni, mert ez a bal oldalon fönt van, ez pedig a jobb oldalon lent van, tehát nem tudjuk egyszerűsíteni. Maradjunk a legelső alkalommal említett egyszerűsítés formájánál, tehát a 36-ot és a 3-at. 36-ban a 3, megvan 12-ször. És ha már itt szoroztam 12-vel, a másik oldalon majd osztanunk kell, és a magasságot úgy kapjuk meg, hogy a 48-at elosztjuk 12-vel, ami 4 cm. Most, hogy a magasságot kiszámoltuk, akkor keresnünk kell olyan háromszöget, amiben a testmagasság szerepel, ugye ez mindenféleképp vagy síkmetszet, vagy átlós metszet, illetve megjelenik az oldalmagasság is, hiszen erre van még szükségünk a palásterületre. Hát az oldalmagasság a síkmetszetnél szerepel, tehát a következő rajz az a síkmetszetnek a rajza. Íme, síkmetszet, az alapja az A oldal, a magassága a testmagasság, és a szárai az oldalmagasság, amit ugye nekünk ki kell számítanunk. Derékszögű háromszöget keresünk, természetesen találunk, innen írjuk föl Pitagorasz tételét. A derékszöggel szemben a HA található, tehát ez lesz az átfogó, és így is indítom Pitagorasz tételét. HA négyzet egyenlő, egyik befogó az H négyzet, másik befogó a négyzeten, A per 2 és az egész a négyzeten. Ügyeljünk, hogy az A per 2-t zárójelbe tegyük. Helyettesítsünk be, hiszen tudjuk az A oldalt, és tudjuk a testmagasságot, tehát ebből a képletből könnyen ki tudjuk számítani az oldalmagasságot. Helyettesítés után, ugye a nagy H az 4 cm, tehát 4 a négyzeten, mivel az A oldal az 6, 6-nak a fele 3, tehát rögtön úgy írom, hogy 3 a négyzeten. Ha négyzetre emelem a 4-et és a 3-at, az 16 és 9, ha összeadom őket, az 25. Hogy megszabaduljak a négyzettől, gyököt vonok, és miután gyököt vontam a 25-ből, megkaptam, hogy az oldalmagasság 5 cm. Ez az 5 cm, illetve az oldalmagasság szükséges ahhoz, hogy kiszámoljuk a felszínt, illetve a felszín előtt még a palásterületet. Nézzük a palásterületet. Ezt már többször elmondtuk, hogy a palástja 4 egyenlő szárú háromszögből áll. Mindegyik háromszögnek a képlet területének képlete alapszor magasság per 2.
tehát 4-szer, alapszor magasság per 2. A 4-est és a 2-est bírjuk egyszerűsíteni, és akkor megkapjuk a rövidebb képletet, 2-szer alszor HA. A oldal adott volt már az elejétől kezdve, az oldal magasságot pedig pont ez előtt számoltuk ki, tehát könnyen be tudunk helyettesíteni. 2-szer 6-szor 5. 2-szer 5 az 10, 10-szer 6 az 60, tehát a palástöbletünk 60 négyzetcentiméter. Ha megvan a palásterület, most már könnyűszerre ki tudjuk számítani a felszínt. Általános képletünk, alapterület plusz palásterület. Az alapterület, ugye még a legelején számoltuk, az 36 négyzetcentiméter, a palásterületét most kaptuk meg, az 60 négyzetcentiméter, így akkor az öt felszínünk 96 négyzetcentiméter. Íme megoldottuk azokat az elemeket, amelyeket a feladat kért tőlünk. Köszönöm a figyelmeteket!